Ma még viszonylag ritka látvány a vízzel elárasztott Szent Márk tér, de 90 éven belül a mindennapi valóság része lehet. 2100-ig Velence, akár csak több más tengerparti település a pusztulás szélére sodródhat. A lagúnákat védő gátrendszer csak kivételes helyzetekre készült. Az éghajlatváltozással kapcsolatos becslések szerint ennek az évszázadnak a végére a tengerszint 50 cm-rel fog megnőni Velencében. Egy fél méteres vízszintemelkedés katasztrófa lenne a város számára, mert az azt jelentené, hogy a tengerszint 82 cm-re nőne. A Szent Márk tér pedig 80 cm-re van, tehát állandóan víz alatt lenne, mondta el egy óceánográfus. A visszaszámlálás megkezdődött. Már nem az a kérdés, hogy ez megtörténik-e, hanem hogy pontosan mikor, állítják az ENSZ klímaváltozással foglalkozó tanácsadói. Az egyre duzzadó óceánok a világon mindenütt átrajzolják a térképeket, és 100 milliók életét veszélyeztetik. A legrosszabb forgatókönyv szerint a világ 136 legnagyobb tengerparti városa a század közepére, tehát 30 éven belül 1,6 és 3,3 milliárd dollár közötti kárt fog elszenvedni. Ha nem sikerül megvalósítani a Párizsi Klímaegyezmény célkitűzését, hogy 1,5 Celsius fok alatt tartsuk a globális felmelegedés mértékét, annak visszafordíthatatlan hatásai lehetnek az emberekre és az ökológiai rendszerekre.